Azért örülök a Nemzetművészet Díjnak elsősorban, mert irodalom kategóriában kaptam, és az én sokágú, sokfelé kanyargó pályámban az irodalom volt mindig a vágyam és a fő tevékenységi területem. És ezzel nekem is tisztázódott, hogy valóban egy céghez tartozom, amit mindig szerettem volna, ahova szerettem volna mindig eljutni. Kisgyerekkoromban beleestem a korabeli diftéria járványba, pontosabban azt hiszem az 1949-esbe, és amiben több száz gyerek meghalt, meg el is különítettek már, de abból szerencsésen megmenekültem, de annyira legyöngültem, hogy majdnem egy évet ágyban kellett töltenem. És míg azt az ágyban töltöttem, addig észrevették, hogy ha felolvasnak nekem, akkor furcsán megváltozom, és akkor egyre többet olvastak, aztán végén egyszer csak nem tudom hogyan, nem emlékszem már, én magam is elkezdtem olvasni. Tehát körülbelül 3-4 éves koromtól kezdve én olvasok. És aztán azt abba se hagytam. A Magvetők könyvkiadó elkezdett induló tehetségeket keresni, és beleestem ebbe a keresésbe, és így jelent meg 23 éves koromban írt, leadott kötetem 24 éves korom elején. És akkor induló tehetségnek számítottam, és bekerültem a korabeli magyar irodalomba, viszont ezt olyan ellenszenvesnek találtam, hogy kerestem a megjelenni nem akaró írók, fiatal írók társaságát. És volt ilyen, akadt bőven, és hozzájuk csapódtam inkább. De aztán pedig a kötetem miatt különböző műfajok csábításának aláestem, vagy engedtem, és vagy jobban mondva kapva kaptam ezeken a csábításokon, mert ellenszenves volt számomra az irodalmi élet, még annak ellenére pedig, hogy befogadni akart.